Itt a Váradi utcában tették le az új római katolikus óvoda alapkövét szerda délután. A Bátori István katolikus általános iskola, gimnázium és szakgimnázium bővül egy újabb oktatási szinttel. A beruházás által a jövő is épül, közölte Palánki Ferenc megyés püspök. A katolikus iskola lényege, hogy egy határozott értékrend mentén neveljék a gyerekeket. Azzal, hogy ezt már óvodáskorban elkezdhetik az intézményben, a gyerekek még inkább bele tudnak majd nőni a hitbe, tette hozzá a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora. Adunk egy életformát, olyan életrendet, egy értékrendet, ami szerint lehet látni, lehet nézni a világot, az életünket, a hivatásunkat, a szolgálatunkat, és aztán szépen hozzá alakulnak, hozzá formálódnak Jézus Krisztus követéséhez, aki a legnagyobb szeretetet hozta el erre a világra, és megmutatta azt az emberiségnek, minden embernek személy szerint is, hogy akkor lesz boldog, ha az ő életét kezd élni, tehát azzal a szeretettel szeret, amit ő mutatott meg. A Nyírbátori Katolikus Intézmény a 2018-as tanévkezdésre fejezte be legutóbbi nagyszabású beruházását. Akkor 1,3 milliárd forintból épült tornacsarnok és ebédlő, valamint tantermeket is kialakítottak. Az alapkőletételen bemutatták a látványterveket is. Az épületben három, egyenként 25 fős csoportszobát, tornaszobát és kiszolgáló helyiségeket is terveznek, de egy biztonságos parkolót is kiépítenek. A beruházás összköltsége 436 millió forint. Ebből 267 millió forintot biztosít a kormány. Az új óvoda 2020. szeptemberében három csoporttal kezdi majd a tanévet. Jelenleg már a 220 ezer főt is meghaladja azoknak a diákoknak a száma, akik valamilyen egyházi oktatási intézményben tanulnak Magyarországon. Ezért is kell folyamatosan fejleszteni és bővíteni az ehhez szükséges feltételeket, közölte Soltész Miklós Nyírbátorban. Ha az állami önkormányzati óvoda, illetve bölcsőde fejlesztéseket nézzük, akkor azok jóval meghaladták a 100 milliárdot az elmúlt évek során, illetve meghaladják mostani évek során. És hála Istennek az egyházi épületek is, amelyeknek egy nagyon nagy része nagyon lepusztult állapotban volt, és nagyon rossz állapotban kapták vissza az egyházak, azok is nagy mértékben meg tudnak újulni. Így nagyságrendileg a katolikus egyháznak a következő években bölcsőde, de többnyire óvoda fejlesztési programra 67 milliárd forint áll rendelkezésére. Nyírbátorba és a térségbe soha nem érkezett még akkora fejlesztési forrás oktatási intézmények felújítására és építésére, mint az elmúlt 5-6 évben, közölte Simon Miklós, a választókerület országgyűlési képviselője. 52 intézmény újul meg 7,6 milliárd forint értékben. Itt területfejlesztési operatív program jóvoltából történő megújításokat számítok. Iskolák, óvodák, bölcsődék újulnak meg és épülnek. És ugyanakkor új óvodát is említhetnék, ezt a római katolikus óvodát, de 7 új bölcsőde is fog épülni. 2014 óta mintegy 28 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Nyírbátorba, tette hozzá Simon Miklós. A képviselő kiemelte, ezek a beruházások a település mindennapjaiban is látszanak. Ennek köszönhetően pozitívan változott az életszínvonal is.